Tehát mivel a távközlési tanszékről jöttem onnan, ezért a téma elsősorban számítógép hálózatokról fog szólni. De mindenek előtt azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a rövid filmet láttátok-e Mucsi Zoltánnal, amikor is a printert a földhöz vágja. Egy klasszikus jelenet, érdemes megnézni, de ha ezt nem láttátok, akkor van egy másik film, amit minden informatikusnak ajánlok, ez a Office Space, vagy magyarul a Hivatali Patkányok volt, és ennek is egyik kulcsjelenete az, amikor a nyomtatóra nagyon megharagudnak, és utána megsemmisítik a főszereplők. De a nyomtató elleni frusztráció az nem csak az utóbbi időben került elő, hanem már jóval korábban. Itt a képen látható nyomtató az egy Xerox nyomtató, aminek a reklámja úgy szerepelt, hogy minden alkatrész meg volt nevezve, de hát az operátor hölgy az nem járt együtt a termékkel. Mindenesetre ez volt az az eszköz, ami végül is az egyik kulcs szerepe volt abban, hogy a Richard Stallman elindította a szabad szoftver mozgalmát. Tudnélik, az ő MIT laboratóriában működött ez a számító, vagy hát nyomtató, és nem egészen úgy működött, ahogy ő szerette volna, ezért a szoftver drivert átírta, viszont a ottani licenszerződések olyanok voltak, hogy a ő módosítását már nem volt lehetősége a többi kollégájának, esetleg más intézetben lévő kollégáknak továbbadni, és ezen fölháborodva végül is indította a szabad szoftver mozgalmát. És hát a képen látható 4 pont volt az, amit későbbiek során meghatározott, hogy egy szabad szoftvernek ezeket a feltételeket kell teljesíteni, akkor várhat szabad szoftverré. Tehát lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szoftver bármilyen célból lehessen futtatni, lehetőség legyen arra, hogy a szoftver módosítani lehessen, lehetőség legyen arra, hogy a szoftvert a felhasználó továbbadja másoknak, akár pénzért, akár ingyen, valamint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a módosított változatokat is tovább lehessen adni. Tehát ez a 4 feltétel teljesül, akkor a szoftver a szabad szoftver. És akkor ezeknek az elveknek a megőrzése céljából kidolgozta a GPL-t, ez a General Public License-t, ami végül is azt garantálta, hogy ha van egy szabad szoftver, akkor az abból előírtott származékos szoftverek is szabad szoftverek maradhassanak. Tehát nincs, a GPL esetén nincs arra lehetőség, hogy a származékos munkát valaki nem szabad szoftverként adja tovább. Ez a tulajdonképpen ez a folyamat, ami meggátolja, hogy a származékos munka ne szabad szoftver legyen, ezt nevezik copyleftnek. És hát tehát látszott, hogy egy nyomtatóval van a probléma, mégis a megoldás a szoftveres volt, tehát a szoftverre koncentrált a Stallman, és így a szabad hardware végül is sokáig nem foglalkoztak ezzel, hogy lehet-e egyáltalán, vagy ezt a fajta filozófiát át lehet-e ültetni hardverekre is. És akkor ilyen rövid bevezető után nézzük át, hogy miről fog szólni az előadásom. Egy áttekintést nyújtok arról, hogy milyen fajta megközelítés létezik a szabad hardverekhez. Majd a OpenFlow protokollról fogok néhány bevezető jellegű fóliát mondani. Az OpenFlow protokoll a számítógép hálózatok világába viszi el a szabad szoftvert, illetve valamennyire már a szabad hardware szintre süllyed bele. Ezek után lesz egy technikai rész, ami az OpenFlow programozásról fog szólni, itt C++ szintre megyünk le, de ez nem fog nagyon sokáig tartani, nagyjából az előadás egy negyede lesz, és akkor utána a legvégén pedig megnézzük, hogy ez a protokoll mit nyújt a szabad szoftverek szemszögéből nézve, vagy ebből a közösség szemszögéből mivel kecsegtethet. Tehát kezdjük akkor a szabad hardverekkel, és a néhány példán keresztül mutatom be azt, hogy milyen lehetőségek vannak itt. Az első, amit hoztam például, az a Window Forms Project, ahol is a közösségi alapon dolgoznak ki olyan módszereket, amikbe végül is lakások ablakaiba lehet úgynevezett háztáji termesztést létrehozni. Tulajdonképpen PET palackokat alakítanak át, és ezáltal tudnak növényeket termeszteni. De ez a mi szempontunkból azért érdekes, mert maga a hardware specifikáció az szintén a közösség által fejlődik, és különböző változatok vannak, és ezeket juttatják vissza végül is ebbe a közös projektbe. Egy másik megközelítés, ami szintén nagyon érdekes lehet, a
nyílt művégtag projekt, ahol is sérült embereknek dolgoznak ki különböző protéziseket. Itt az a kihívás, hogy nincs arra igazán lehetőség, hogy komoly innováció jöjjön létre, mert nagyon kicsi az a bázis, aki ezeket az eszközöket használni tudná. Itt nem megyek bele a részletekbe, de a egyik nehézség az az, hogy ha még el is állítanak olyan specifikációt, amiből lehetne művégtagot legyártani, maga a gyártási folyamat az szabályozott, tehát a gyógyászati segédeszközöket nem állíthat elő bárki, és ez szintén valamennyire gátot szab annak, hogy az innováció ki tudjon teljesülni ebben a szegmensben. Más a helyzet a következő projekt esetén. Tehát amiről itt szó van, az az, hogy előállítanak olyan tervrajzokat, aminek segítségével ipari gépeket lehet, mezőgazdasági gépeket tudnak legyártani. Ezáltal egy ilyen kisebb farm önállátó tud lenni, nem csak a termesztés, hanem azt használó mezőgazdasági eszközök tekintetében. Egy nagyon jó TED Talk van ezzel kapcsolatban, amit meg lehet nézni, és egyébként nagyon érdekes. Jó, szintén mivel távközlési tanszékről jöttem, nem tudtam kihagyni a telefóniával kapcsolatos projekteket se. Itt elég sok mindenről lehetne beszélni, de röviden csak annyit akarok mondani, hogy van lehetőség ma már bázisállomást is üzemeltetni, már ami a szabad szoftvereket illeti. Azonban szintén egy ilyen bázisállomás üzemeltetéséhez nem a programozási kihívás az, amit le kell küzdeni, hanem azokat a szabványokat, ugyan a szabványokat, GSM szabvány az nyílt, de ha valaki ezt használni akarja, akkor az licenszdíjat kell fizetnie. Ez az egyik probléma. A másik meg, hogy a használt spektrum, amin a GSM üzemel, az nem nyílt úgy, mint a Wi-Fi, hanem ez szintén kormányzati hatáskörben van az, hogy ki használhatja az adott spektrumot. Ezért hiába is van ilyen bázisállomásunk, azt itt ebbe a terembe vagy Magyarországon nem lehetne használni. De vannak olyan helyek, ahol nem éri meg gazdaságosan üzemeltetni, tehát profit alapon üzemeltetni ilyen rendszereket, és ott szerepe lehet a közösségi alapon fejlesztett szabad szoftvereknek, illetve hozzá kapcsolódó hardware eszközöknek. Erről talán már hallottatok, ez a Fab at Home projekt, ami tulajdonképpen egy 3D nyomtatót jelent. Itt az eszköz arra képes, hogy bizonyos specifikációk alapján háromdimenziós térbeli, hát kézzelfogható tárgyokat gyártsanak le. Itt ez úgy működik, hogy szintén egy tervrajzot kell tulajdonképpen beadni, és annak alapján valamennyire le tudja ezt gyártani. Hát az, hogy MP3 lejátszót vagy laptopot gyártson le az eszköz, arra még nincs lehetőség, de elég összetett formákat már sikerül ilyen eszközön szintetizálni. És amilyen szempontból érdekes számunkra az, hogy itt is maga a specifikáció, ami alapján a nyomtatás megtörténhet, a specifikáció előállítása az történhet közösségi alapon. De fölmerül ilyen esetben a kérdés, hogy azok az elvek, amit a szoftver alapján el lehetett érni, hogy a szoftver az a származékos munka és szabad szoftver legyen, vajon ugyanezek az elvek működhetnek-e a hardware esetén. És már viszonylag hamar a szabad szoftver mozgalom elején felvetődtek ezek a kérdések. A Bruce Perens volt az, aki először ezzel foglalkozott. Ő volt az, aki egyébként a Debian vezető is volt, meg az Open Source Initiative-nak az elnöke is volt, vagy hát a vezetői között szerepelt. Általában az a kérdés itt, hogy maga az interfész legyen nyílt, vagy pedig maga a hardware specifikáció, tehát milyen mélységig engedjük be, milyen mélységig nyitjuk meg az eszközünket a nagyvilág előtt. Maga az a hardware, ha már számítástechnikáról beszélünk, leírható VSDL vagy Verilog nyelven, ez egy hardware leíró nyelvek ezek, és akkor ugyanúgy elvileg működhetne rá a hardware tervezés, működhetne úgy, mint egy programnak a fejlesztése. Azonban a szoftvertől eltérően, hát nem vagyok jogász, de úgy tűnik, hogy legalábbis Amerikában a hardware projektek alapértelmezésen nyíltak. Szoftver esetén ez úgy működik, hogy valaki egy programkódot leír, az alapértelmezetten a szerzői joga a program megalkotóját illeti. Hardware esetén ez nem egészen így van. A létrehozott funkcionalitás a szabadon másolható. Tehát bárki ugyanolyan funkciói hardvert azt szabadon meg tud alkotni.
a hardvert lehet vinni trademarkokkal, tehát védjegy oltalom alá lehet helyezni, de ezért is küzdeni kell. Tehát ez alapértelmezetten nem jár, a védjegyet be kell jelentetni, és a védjegyet utána lehet alkalmaztatni az adott hardware eszközre. Hasonlóan, hogyha a megalkotott hardware eszközünk bizonyos funkcionalitását szabadalmakkal szeretnénk védeni, akkor a szabadalmakat be kell jelenteni, és egy nagyon hosszú procedúrán kell végigmenni, míg a szabadalmi oltalom alá helyezhető egy-egy megvalósított funkcionális elem. Tehát itt ez egy fontos különbség a szoftvertől. A másik ugye alapvető különbség az az, hogy a szoftver az viszonylag olcsón sokszorosítható, a hardvert meg elő kell állítani. Tehát ez egy két alapvető különbség, ami miatt kicsit másképp működnek itt a dolgok. Itt amit láthattok, az egy rádióamatőr társaságnak a hardware licensze. Itt felsoroltam, vagy hát kicsit összeszűkítettem, hogy miből áll ez a licensz. Tulajdonképpen a software licenszhez képest a fő különbség az, hogy a két dologról szól, ez a dokumentáció és a termékről. A dokumentáció az, ami alapján elő lehet állítani a terméket, de ezek után a többi pont az tulajdonképpen arról szól, hogy ezt a copyleft típusú származékos munka is származékos munkának is muszáj ilyen licensz alá esnie, ez az, ami itt föl van sorolva. Ami még érdekes, hogy itt ez a pont, hogy a különbséget kell tenni a származékos munkánál az eredeti termék, vagy az eredeti dokumentáció és a módosított dokumentáció között. Ez a GPL esetén nincs, de vannak olyan szabad szoftver licenszek, amikor szintén az eredeti szerzőnek a jó hírét megvédendő különbséget kell tudnia tenni a származékos munkát felhasználónak az eredeti és a származékos munka között, hogy mi az a hozzáadott érték, amit a származékos munka képvisel. Valamint a GPL-ben szintén meglévő ez az Any Later Version szövegrész, az arra vonatkozik, hogy ennek a licensznek van egy verziószáma, és ha később ebből egy frissített változatot hoznak létre, akkor a terméket, a dokumentációt használó embernek van lehetőség arra, hogy ő a frissített változat szerint használja már az ő, tehát ezt a terméket. Nem az egyetlen szabad szoftver licensz, ez a TARP-s licensz, van a CERN is, egy hasonló szellemiségben létrehozott egy hardware licenszet, és elég sok ilyen licensz most már van szerencsére, amiből a hardware fejlesztő választhat, hogy mi az, ami neki legjobban megfelel. Egy másfajta megközelítés a szabad hardverhez, ahol úgynevezett ilyen építő elemeket hozunk létre, és ebből, mint egy Lego kocka jelleggel a felhasználók tudnak saját hardware eszközöket létrehozni, és akkor az innováció nem a kis építő elemek szintjén történik, hanem egy magasabb szinten, amit ebből összeállít a fejlesztő. És akkor ezen bevezető után egy kicsit arról beszélnék, hogy a szabad szoftverek mennyire jelennek meg a számítógép hálózatokban, és azt lehet mondani, hogy a számítógép hálózatok legelejétől már jelen vannak. A BSD-nek ez a híres networking release, ez tulajdonképpen az első olyan networking stack, amely szabadon hozzáférhető, tehát szabad szoftver nem GPL alatt, hanem a BSD licensz alatt lehet hozzáférni, de már az első ilyen hálózatos licenszek, hálózatos protocol stack tulajdonképpen már szabad szoftver volt. Az internet elődjeként fölfogható, legalábbis a kezdetében a rendkívül népszerű, inkább a World Wide Web elődjeként fölfogható Usenet és teljes mértékben szabad szoftverekre épült. Tehát ezek a nagy kiterjedési infrastruktúrális projektek. Vannak a számítógép hálózatokban használt segédeszközök, ilyen toolok, amelyek szintén a traceroute vagy a ping parancs szintén, mint szabad szoftver látták meg a világot. A forgalomanalizátorok, a Wireshark az egy nagyon komor forgalomanalizátor, szintén szabad szoftver, és ami a Wireshark-nak nagyon fontos, hogy nem egy-két szereplő fejleszt, hanem komoly iparági összefogás van egy ilyen nagyobb szoftvernél. Tehát magát a Wireshark-ot azt hát nem is annyian, mint a Linux kernel, de több százan fejlesztik, vagy javasoltak hozzá módosításokat.
És akkor van egy harmadik csoport, ami szintén rendkívül fontos, a meglévő eszközöknek az összedrótozására használatos a PerScript nyelv, ez az szintén az internetőskorától folyamatosan jelen van. Naplófájlok analizálására lehet használni, de más ilyen egyszerűbb részfeladatok elvégzésére is nagyon bevett ennek a programnak a használata. Valamint, hogyha bárki látott már ilyen professzionális monitoring rendszereket, ott is ezt a MRTG nevű szoftvert használják, ami szintén szabad szoftver. Tehát azt lehet mondani, hogy mind a protokollfejlesztés szintjén, a hálózat egyszerű megfigyelése szintjén, de a komoly rendszerek üzemeltetésének is jelen vannak szabad szoftverek. Azonban maga a hálózati eszköz az általában egy zárt doboz volt, aminek a funkcióját nem lehetett módosítani. És akkor most rátérnék a második részterületre, ez maga az OpenFlow protokoll, ami azzal kecsegtet, hogy magát a dobozt is valamennyire megnyitja majd. Hát ezeket a szlájdokat átemeltem máshonnan, ezt nem én állítottam ezeket elő, nagyon sokan voltak, akik már hasonló ilyen bevezető jellegű előadást tartottak, és onnan vettem át ezeket a fóliákat, így hogy ezek sajnos angol nyelvűek lesznek. Kis bevezetőt tartanék, mi a nagy újdonság ennek az OpenFlow-nak, vagy miért érdekes. Azt kell tudni, hogy a Google is bejelentette, hogy az adat központjának az összeköttetését átállította nem olyan régen OpenFlow alapú hálózatra, valamint egy ilyen kis egyetemi spin-off céget, néhány kutató által megalapított spin-off céget nemrég megvett a VMware 1,5 milliárd dollárért. Tehát azt lehet látni, hogy itt a nagyvállalati szinten is van érdeklődés, és rendkívül sok pénz van ebbe a technológiába. Mint mondtam, a jelenlegi internet architektúra nagyjából úgy néz ki, hogy vannak zárt eszközök, a routerek, illetve switchek, kapcsolók, amelyek a adattovábbításért felelősek, és ha ezekbe akar valaki módosítást eszközölni, akkor meg kell győzni az eszköz gyártóját, hogy számára ezt a plusz funkcionalitást gyártsa le, ami rendkívül időigényes és költséges lehet. Ezzel szemben a úgynevezett Software Defined Networking, amire jó magyar fordítás még nincsen, tehát a mi programozható számítógép hálózatoknak, programozható hálózatoknak szoktuk hívni az ilyen rendszereket. Az azt jelenti, tehát az e szerinti megközelítés szerint a interfészek megnyílnak, és kiemeljük a hálózat vezélésért felelő funkciót az eszközökön kívülre, és e fölé pedig jönnek azok az alkalmazások, amik extra funkcionalitást valósítanak meg. Jó, és hát ami ehhez kell, vagy szükséges, az, hogy ez a úgynevezett hálózati operációs rendszer, az a kapcsolatba tudjon lépni a adattovábbítás és felelős eszközökkel. Erre egy nyílt szabvány jött létre, ez az OpenFlow, és akkor ezek után az intelligencia valamennyire kikerül az eszközből, az csak egy buta adat továbbításért fog felelni, de hogy merre kell továbbítani az adott adatcsomagokat, azt a kis alkalmazások fogják ezentúl megmondani, ez szerint, az elképzelés szerint. Tehát micsoda maga az OpenFlow, az tulajdonképpen egy nyílt interfész a számítógép, tehát az adat továbbításért felelős hardware felé, amin keresztül meg lehet határozni, hogy az adatcsomagok azok merre továbbítódjanak. Ennek sok előnye van, az egyik ilyen nagy előny az, hogy ezáltal az innovatív megoldások sokkal hamarabb átültethetők a gyakorlatba, sokkal könnyebb kipróbálni valós rendszerekbe az új fajta megközelítéseket. Tehát mi, mint egyetemi kutatók, azért szeretjük ezt a megközelítést, mert tegyük föl, van egy újfajta útvonalválasztási algoritmus, amit ki szeretnénk próbálni, akkor ezzel sokkal könnyebben valós eszközökön ezt meg tudjuk tenni. Ez egy hagyományos Ethernet kapcsoló, nagyjából így néz ki, tehát egy zárt doboz, aminek a belsejében nem látunk bele, nincs lehetőségünk kívülről a viselkedését megváltoztatni. Ezzel szemben
Tehát nincs lehetőségünk a viselkedését kívülről megváltoztatni, de ennek ellenére a belső működés nagyjából úgy épül föl, hogy van egy adattovábbításért felelős hardware réteg, ami a csomagok továbbítását gyorsan elvégzi, és van egy szoftver réteg, ami szintén az eszközön belül van, ami ennek az adattovábbítási síkot vezérli. Az OpenFlow-hez annyit ad hozzá, hogy megnyitja ezt a vezérlési síkot, ezáltal egy külső úgynevezett kontroller alkalmazás távolról tudja szabályozni azt, hogy a kontroller, tehát a vezérlési síkban mi történik. Az adat sík az továbbra is zárt marad. A gyártónak a dolga az, hogy ezt hatékonyan üzemeltessen, vagy hatékony megoldásokat hozzon arra létre, hogy a nagy sebességgel lehessen az adattovábbítást végrehajtani, de a vezérlési sík az kikerül a hardware gyártó kezéből ezáltal. Lássunk egy példát. Itt van egy OpenFlow hálózat, ami jelen esetben két hostból áll és három kapcsolóból. A kezdetén a kapcsolók azok üresek, tehát nincs bennük semmilyen információ arról, hogy az adatcsomagokat merre kéne továbbítani. Küldünk egy csomagot a hálózatba, ekkor mivel ez a kapcsoló nem tudja, hogy ezzel a csomaggal mit kell kezdeni, a csomagnak egy kis részét, a fejlécét néhány, tehát a töredékét a csomagnak elküldi a kontrollernek, ami ennek alapján eldönti, hogy ezt merre kell továbbítani, és szabályokat juttat le a kapcsolókba, és ezek után a szabályok beépültek a kapcsolók vezérlési síkjába, akkor utána már az adatot tudjuk a megfelelő célállomásig eljutatni. Tehát az, hogy a csomagot merre továbbítottuk, az tulajdonképpen itt a kontroller határozta meg. Jó, kicsit nézzünk a doboznak a belsejébe. Egy ilyen OpenFlow eszköz áll abból a részből, ami kommunikál a kontrollerrel, és alatta vannak az úgynevezett folyamtáblák, amiben azok a bejegyzések tartoznak, amelyek megmondják, hogy az adatot merre kell továbbítani. Tehát itt azt látjuk, hogy a célgépünknek a címe most itt 5-6-7-8 lesz, és ezek után egy olyan szabályt akarunk a rendszerbe bevinni, hogy azok a csomagok, amelyeknek a célcíme az 5-6-7-8, azok ennek a kapcsolónak az egyes portján kell kiküldeni ezeket a csomagokat, és az látható, hogy itt a egyes porton jutunk el ahhoz a géphez. Tehát ilyen fajta bejegyzéseket tudunk a folyamtáblákba bejuttatni. Itt a csomaggal kapcsolatos végrehajtható akció, tehát az a adott porton való kiküldés jelentette, de van másfajta ilyen akciókat is végre lehetett hajtani, a csomagot el lehet dobni, a csomagnak a fejlécét meg lehet változtatni, tehát van arra lehetőségünk, hogy a csomag célcímét például másra írjuk át, és így tovább, és így tovább. Tehát az látható, hogy maga a legfontosabb része ennek az eszköznek, ami a továbbítási logikáért felel, az a kontroller alkalmazás. Itt többféle lehetőségünk van egy ilyen kontroller alkalmazást létrehozni. Írhatunk magunk is egy kontroller, de nagyon sokféle kontroller keretrendszer létezik, amelyekben ilyen kibővíthető módon csak néhány eseménykezelőt kell fölülírnunk, és akkor utána ezeken az eseménykezelőkön van lehetőségünk arra, hogy meghatározzuk a hálózat viselkedését. Sokfajta ilyen kontroller keretrendszer létezik, amit most fogok használni majd a későbbi példában, az az úgynevezett NOX lesz. Tehát ennyi volt a kontrollerről, és hát a másik oldalon ott van maga a kapcsoló, amit a kontroller vezérel. Itt is többfajta kapcsoló létezik. Vannak szoftveres megvalósítások, amelyek egyszerű PC-n futathatóak. Vannak átmeneti megoldások, amik már sokkal nagyobb sebességre képesek, de mégis a viselkedésük szoftveres módon befolyásolható. Ezek a úgynevezett FPGA alapú megoldások, ahol a logikát le tudjuk vinni már hardware-es szintre. És vannak hát a kész termékek, és emlés jó pár létezik már a piacon, amelyek OpenFlow protokoll kompatibilisek. És egy fontos eleme az itteni világnak, ha akarunk egy alkalmazást fejleszteni, hogy ne kelljen az valós eszközökön először kipróbálni, lehessen egy laptopon fejleszteni, az úgynevezett Mininet program rendszer, ezt be fogom mutatni majd a későbbiek során. Itt a Linuxnak a
belsőjű virtualizációját használja ki ez a rendszer. Egy laptopon van lehetőségünk arra, hogy több száz csomópontos hálózatot emuláljunk. És ez azért nagyon szerencsés, mert egy ilyen zárt környezetben tudjuk kipróbálni azt a kontroll alkalmazást, amit utána változatlan módon tudunk majd a valós hálózatokba átültetni. Kutatói szemszögből ez egyébként azért is érdekes, mert így, amit létrehozunk így mininet alkalmazást, azt egy az egybe utána föl tudjuk tölteni egy weboldalra, onnan le lehet tölteni, és más kutatók ezek ugyanúgy ki tudják próbálni az általunk létrehozott megoldásokat. Hát remélem valamennyi kép azért kialakult ezek után arról, hogy mi is az az OpenFlow, és akkor most egy kicsit a programozási szintre mennék le, hogy hogyan kell egy ilyen kontroll alkalmazást megírni. Igen, ez szintén egy más munkánknak az átvétele, tehát egy nagyobb lélegzetvételű feladatból ragadok ki most itt pár részletet, aminek is az első pontja az volt, hogy egy többes adást kellett megvalósítanunk OpenFlow környezetben. Itt az alapfelállás az, hogy van két küldőpontunk és két nyelőnk, a küldők azok a H1, H2, a nyelők a H3, H4, és mindkét adó, mindkét vevőnek küld egy-egy videó folyamot, és ezt az úgynevezett MPLS technológiával oldjuk meg. Az MPLS az a címke kapcsolásnak felelhető meg, tehát minden egyes adatcsomag elé helyezünk egy címkét, és a S kezdőbetűvel jelölt kapcsoló csomópontokon ezen címke alapján fogjuk meghatározni, hogy melyik a következő csomópont, amire az adatot továbbítani kell. Jó, és akkor bemutatnám ezt a topológiát és a hozzá kapcsolódó kontrollert a Mininet hálózatba. Ez most egy virtuális gépen fut, és ezzel a parancssal akkor elindítom a Mininetet, ami létrehozza ezt az emulált topológiát. Az ábrán látható egyébként, hogy tehát ugyanaz a topológia, amit előbb mutattam, és utána elindítom a videófolyamokat, és hát a két, tehát a nyelőkön látható folyamok azok itt vannak. Ugye négy videóképet látunk, azért mert mindkét vevő két folyamot lát. Jó, a következő lépésként azt fogom megmutatni, hogy van arra lehetőségünk, hogy itt az S7 és az S8 közötti linken a link sávszélességét korlátozzuk. Itt most egy olyan értéket adok meg, amikor is a két adatfolyam már nem vihető át veszteség nélkül, tehát a link kapacitása az szűkebb lesz annál, hogy a mindkét folyam át tudjon menni. Az remélhetőleg látható, hogy beszangad maga az adás, tehát a link kapacitása szűkebb annál, hogy a két adatfolyamot át tudjuk küldeni. Most ezen a ponton akkor lecserélem a kontroller alkalmazást egy másik kontrollerre. És ez egy olyan kontroll alkalmazás lesz, ami új szabályokat juttat a kapcsolókba, és ezek után látható, hogy a videófolyam az helyreáll. Annak ellenére, hogy az adatút az változatlan marad, mégis olyan megoldásokat használunk, aminek következtében ugyanezen a szűk kapacitáson két videófolyamot át lehet vinni. Jó, tehát visszatérve az előadásra, itt az volt a probléma, hogy ezen a linken itt két adatfolyamot kellett átvinni, de a link kapacitás ezt nem tette lehetővé. Az új megoldás az úgynevezett hálózati kódolás használata volt, tehát ez egy olyan kódolási technika, aminek segítségével egy időben lehet két folyamot átvinni, hát többet. Tehát itt az fog történni, hogy a szűk kapacitás ellenére mégis volt lehetőségünk átvinni mindkét videófolyam információját. Miért tudtuk ezt megtenni? Azért, mert ennek a kódolásnak tulajdonképpen a kizáró vagy az alapja. Ha van két adatfolyamunk, akkor abból a harmadik tetszőleges módon előállítható. Tehát ha megnézzük ezen a ponton az S7-nél a pirosból és a kékből elő tudtuk állítani a lillát. Itt rendelkezésre állt az S10-nél a kék és a lila, és abból elő tudtuk állítani a pirosat, a kék az rendelkezésre állt, tehát mindkét videófolyamat át tudtuk küldeni. Jó, hát ezt nem feltétlenül kell érteni, de ez az a technológia, amit ki akartunk próbálni, hogy működik ebbe a környezetbe. És a kihívás itt OpenFlow Samsungból az volt, hogy tudjuk ezt a kódolási eljárást és a hozzá kapcsolódó műveleteket megvalósítani az adott kapcsolókon, és tudjuk úgy távolról programozni a kontrollen keresztül az OpenFlow protokollt felhasználva a csomópontokat, hogy átállítsuk a hálózat működését erre az adattovábbítási elvre. Itt
kicsit akkor belemennék még a részletekbe, tehát az alapcsomag előtt két MPLS címkét tettünk, ami a folyamnak a folyamban lévő csomagoknak a sorszámát tartalmazta, és előtte pedig volt egy folyamazonosító, ami azt mondta meg, hogy tulajdonképpen milyen színű folyamot dolgoztunk föl. És az a helyzet, hogy ez számosan műveletet tartalmazott, ami jelenlegi OpenFlow protokollal nincs lehetőségünk. Tehát például az OpenFlow protokollban nincs arra lehetőségünk, hogyha jön egy csomag, akkor az egy folyamatosan növekvő sorszámot kapcsoljunk. Tehát erre nem volt lehetőség. A S7-es ponton a csomagok kódolását azt nem tudtuk megvalósítani, mert szintén nincs ilyen OpenFlow akció, valamint a dekódolás sem megvalósítható. Tehát most azt fogom bemutatni, hogy ezek azok a főbb lépések, amin végén kell mennünk ahhoz, hogy a előbb látott mintapéldát a gyakorlatban be tudtuk mutatni. Tehát először is magát a protokollt kell kiterjeszteni azokkal az új parancsokkal, amelyek a kódolás, dekódolás lehetővé teszik. Írnunk kell egy kontroll alkalmazást, ami a kapcsolókat fölprogramozza. Magát a kapcsolókat ki kell bővíteni, hogy értelmezni tudják ezeket a új protokollüzeneteket, valamint ezt a mininet keretrendszert is ki kellett bővíteni, hogy például meg tudja jeleníteni a topológiát. Most akkor elsőként bemutatom, hogy hogyan kell a protokollüzeneteket kibővíteni. Ez eléggé bonyolultnak tűnhet, de tulajdonképpen itt nem egy ördöngőségről van szó. Kell szereznünk egy azonosítót, amely a általunk használt kísérleti üzeneteket megkülönböztetni a más egyetemek vagy intézetek által használt kísérleti kiterjesztésektől. Egyszerűen csak írni kell levelet a szabványért felelős intézetnek, intézménynek, és akkor kapunk egy azonosítót. Itt látható a műegyetemé, valamint meg kell adnunk ezek után, hogy mi az az adatformátum, amiben az adott üzeneteket lehet értelmezni. És akkor maga az adatformátum, meg kell adnunk a üzenetnek a hosszát, hogy melyik az a azonosító, ami alatt ezeket az üzeneket használjuk, hát itt az előbb kapott azonosítót fogjuk használni, valamint meg kell adni azt a gyártó-specifikus adatot, amelyek meghatározzák a mi üzenetünket. És akkor itt most ebben megint nem mennék bele, ezen a ponton, hanem átmennék a kontroll alkalmazás megírására, és nyilván ezzel párhuzamosan bemutatom azt is, hogy a kapcsolóban ezeket az üzeneteket hogyan kell értelmezni. Most amikor MPLS címkék szerint történt a kapcsolás, azt meg lehetett valósítani a standard OpenFlow protokoll segítségével. Amit itt láthatunk, az egy C++ program, de hasonló kontroll alkalmazásokat lehet írni más programozási nyelveken is. Mi azért választottuk a C++, mert az adott protokoll verzióhoz, amit használtunk, abban a pillanatban még csak a Nox Controller állt rendelkezésre, ami C++ nyelven írtak. Tehát amit látunk itt az, hogy ha egy új kapcsoló belép az új kapcsoló belép a hálózatba, akkor megkeressük a kapcsolóazonosítóját, és annak alapján létrehozunk egy üzenetet, ami egy új továbbítási szabályt hoz létre. Tehát, hogyha a forrás cím az a H1-es és a cél cím a H3-as, akkor létrehozunk a csomag előtt egy MPLS címkét, amelyet betesszük a kék csomag vagy piros csomag lévén szó az 1-es azonosítót, és kiküldjük a 7-es és a 9-es csomópont felé, tehát ez az, ami itt szerepel. És utána ezt a csomagot kiküldjük, és ez a szabály akkor megérkezik a kapcsolóhoz, és ott ez a szabály életre fog lépni. Ezzel szemben, hogyha ezt az új kísérleti hálózati kódolásos elvet használjuk, akkor létre kell hoznunk még két címkét. Ez hasonló, tehát ez a néhány sor felel ezért, hogy ezeket a címkéket létrehozzuk, és itt tulajdonképpen egyetlen egy újdonság szerepel, az amikor a címkének a sorszámát egy új parancssal állítjuk be. Tehát ilyen a szabvány szerint nem létezik, ilyen a set MPLS label from counter nevű akció nem létezik. Ezért először is létre kell hoznunk egy ilyen protokoll üzenetet, és utána ezeket le kell tudni kezelni az adott switchnek az adott akcióját, ezt utána fel kell tudnia dolgozni, és amire itt föl szeretném hívni a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem egy bonyolult dolog, tehát az a funkció vagy eljárás, ami megkapja ezt a csomagot, az, tehát hogy az a
függvény az először is megkapja a csomagot, ami a csomagra fog mutatni pointert, valamint megkapja azt az akciót, amit ezért a csomagnak a földolgozásért ezen a szinten felel. És mivel a keretrendszerben már létezett egy olyan parancs, ami beállítja a csomagnak a címkét, ezért sok teendőnk nem volt a csomagnak a címkét tehát az adott csomaghoz beállítjuk a MPLS címkének az azonosítóját a számláról, a számlát ezek után pedig növeljük egyel. Tehát maga ez a műveletsor egyáltalán nem bonyolult, csak ezeket a szabályokat össze kell rakni. Jó, a másik részét azt kihagyom, mert annyira nem lényeges. És akkor, ami talán egy kicsit izgalmasabb, és akkor nem biztos, hogy ebben nagyon mélyen bele fogok menni, az az, hogy hogyan kell magát a dekódolást elvégezni az S10-es és az S9-es csomópontban. Itt láthatjuk azt a folyamtáblát, amit létrehoztunk a adott csomópontban. Ha egy piros csomagot kapunk, akkor azt egyrészt dekódolni kell, másrészt a piros csomagot továbbítani kell a 3-as csomópont fele. Hasonlóan történik, ha például kék csomagot kapnánk, azt is beletesszük a dekódoló üzenet, tehát dekódoló akcióba, és továbbítjuk a célcsomópont felé. Ha egy kettőnek a kombinációját kapjuk meg, tehát egy innen érkező lila csomagot, akkor azt is beletesszük ebbe a dekódoló akcióba, és a csomagot eldobjuk, mert arra nincs szükségünk. És akkor ezek után nézzük meg, hogy működik ez a dekódolási üzenet. Ez a dekódolási akció, megtalálom az egeret. Igen, tehát a dekódolási akció először is legyárt egy másolatot a csomagról, és az eredeti csomagot azt tovább küldi a csomag, tehát több akció lehetséges egy-egy folyamtábla bejegyzéshez, és a következőt hajtja végre. Tehát jelen esetben a következő csomag, itt a továbbítás volt, de hát ebbe az esetben pedig eldobjuk a csomagot. Tehát van a csomagról egy másolatunk, ehhez a csomag sorszám alapján kikeressük a hozzá piros csomaghoz a hozzátartozó lila csomót, a lilához a hozzátartozó pirosat, utána elvégezzük ezt a XOR műveletet, amelyet elvállítjuk a dekódolt üzenetet, és utána átszínezzük a csomagot piros vesző és kék vesző csomagra. Mindezt azért végezzük el, hogy akkor utána az új fejlétszer megint végre tudjuk hajtani az összes olyan akciót, ami a folyamtábla bejegyzésben szerepel. Most a csomag már piros vesző csomagként fog szerepelni, ami azt jelenti, hogy ez egy piros csomag, amit már dekódoltunk, ezért a dekódolási üzenetek, dekódolási akciót már nem hagyjuk végre rajta, hanem csak kiadjuk a megfelelő kimeneten. Mindegy, ezt se kell teljes részletességben érteni. Itt, amit ezzel mondani akartam, az, hogy itt létre tudtunk hozni egy olyan új akciót, ami beleélik ebbe a rendszerbe. Egyrészt a dekódolást el lehet rajta végezni, másrészt flexibilisen más-más műveletsorozatokat utána végre lehet hajtani. Jó, ott megint ezeket a részleteket most átugrom. A következő lépés az lesz, hogy utána kiterjesztjük ezt a mininet keretrendszert, ami ugye a csomópontok, tehát a laptopban történő emulációért felel. Itt két kiterjesztés van, amit be fogok mutatni, hogy hogyan lehet topológiát létrehozni, és hogyan lehet, tehát mindegy, először koncentráljunk a topológiára. Ez egy egyszerű Python script, ahol is végül is meg kell adni a csomópontokat. Ezen a ponton teszem meg, létrehozok végpontokat, és végrehozok kapcsolókat, és ezen a részen pedig összeköttetéseket adok meg az egyes kapcsoló, vagy a hálózati elemek között. Tehát ez szintén nem egy ördöngőség, lehet ezt Pythonban ugye ügyesebben megoldani, de egyszerűen csak a topológiát néhány sorba meg kell adni. Tehát ez a rész ez viszonylag könnyen megvalósítható. A nehezebb rész az, amikor valamilyen más módon szeretnénk kiterjeszteni ezt a mininet keretrendszert. Szerencsére ez a szoftver nyílt szoftver, tehát szabad szoftver, van lehetőségünk bővíteni, azonban ugye hol nyúljunk hozzá? Ha meglévő kódot írjuk föl, akkor egy újabb változat jön ki a mininetből, akkor már nincs lehetőségünk, hogy tehát akkor ezt a általunk létrehozott módosítást portolni kell az új verzióba, ami elég nagy probléma tud lenni. A másik lehetőség az, hogy úgynevezett menki patch-eket hozzunk létre, amelyek onnan jött, tehát hogy ezek a menki patch-ek, ezek arra szolgálnak, egy osztálynak a viselkedését tudjuk befolyásolni egy másik fájlból. Tehát az osztály az egy forrásfájlban van megvalósítva, és egy másik fájlból fölül tudunk írni egy-egy osztálynak a működését. Itt erre látunk példát, tehát létrehozunk egy új parancsot, ami a topológia megjelenítését végzi el szöveges formátumba, és akkor ezek után a command line osztálynak a do topo ASCII art függvényét fogjuk fölül csapni ezzel a parancssal.
Jó, tehát igazából itt is az mutatja azt csak, hogy ez nem feltétlenül a legelegánsabb megoldás, de a saját funkcionalitást így egy meglévő osztálynak a viselkedésébe befolyásolni tudjuk a saját megvalósításunkkal. És végezetül, ha megalkottuk ezt a rendszert, akkor ezt egy virtuális gépet létre tudunk hozni, és utána azt annak a imidzsét föltesszük az internetre, és akkor onnan letörhető lesz a kód. Tehát tulajdonképpen ez a módja annak, hogy az lett volna a feladatunk, hogy egy hálózati kódolást valósítsunk meg, és azon kísérleteket végezzünk, akkor ez az utolsó lépcső, hogy a más kutató emberek, vagy akik érdeklődők meg tudják nézni a munkákat. Letöltik, és utána, amit előbb bemutattam, egy az egybe használható lesz. Na és akkor nagyon röviden arról, hogy mit gondolnak a Software Defined Networking, vagy az OpenFlow-ban foglalkozó emberek a szabad szoftverektől. Ez a SDN Central, ez egy nagyon fölkapott portál, ami a Software Defined Networkinggel foglalkozik, és ez egy ott megjelent cikk volt, hogy a maga a nyílt forráskód az a legnagyobb veszély az SDN-re. Itt kicsit nehezen érthető a szerzőnek a logikája, de nagyjából valami olyasmire gondol, hogy ezek a projektek, amik vannak, szabad szoftveres projektek ebbe a világba, általában egyetlen egy vendor, gyártó köré csoportosulnak, és emiatt ez nagy kockázatot jelent. És akkor erre aztán végképp nincsen idő, de azért röviden ezt is megmondanám, vagy erről is beszélnék pár szót, hogy mik azok a programcsomagok, amik ebbe a flush, tehát a szabad szoftveres programcsomagok, amik az OpenFlow-hoz kapcsolódnak. Itt ezeket féleképpen lehet osztályozni, lehetnek a kapcsoló megvalósító szoftverek, lehetnek kontroller keretrendszerek, amivel kontroller alkalmazásokat tudunk írni, lehetnek fejlesztői eszközök, és vannak menedzsment és megjelenítési eszközök. Itt többfajta, tehát több szoftver létezik. Ugye, amit mi használtunk, az a Nox volt kontroller keretrendszernek, de ennek van Python változata. Itt látható, hogy tehát a POX az Python változatú, van különböző Java megvalósítás. Ezek nem csak a programnyelvben különböznek egymásról, hanem a licenszbe is, hogy milyen szabad szoftveres licensz tartozik hozzájuk. Ezt lehet pirossal megnézni. Most ebben nagyon nem mennék bele, de ez is nagyon fontos különbség lehet, hogyha amit írunk egy kontroll alkalmazást, akkor az alkalmazás az kötelező, hogy származékos munkaként szintén szabad szoftver licenszű legyen, vagy pedig azt egy gyártó tudja termékként árulni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy milyen licenszt használunk. Végezetül az előző fóliában felvetett kérdésre válaszolva, igen, tehát ezek a szoftverprojektek általában egy-egy gyártóhoz kötődnek. A Floodlight Controller, a Big Switch fejlesztői programozzák elsősorban, de például a szintén jelenlévő Noxbox mininet alkalmazásokat a OnLab társaság fejleszti, de azt megnézzük, hogy kiből áll össze, annak nagyon jelentős ipari támogatói vannak, tehát semmiképpen nem igaz az, hogy egy-egy szereplő áll ezek mögött a szoftver termékek fejlesztése mögött. Az azonban igaz, hogy ezek még viszonylag kezdetlegesek, tehát a fejlesztő gárda általában egy-két emberből áll, a OpenV switchet kivéve mondjuk. És akkor legeslegutolsó fólia. Tehát azt lehet mondani megint a címben felmetett kérdésre válaszolva, hogy most akkor a hálózatos rendszerekben ezek után a nyíltság következtében eljön a szabad szoftverek világa, vagy nem. Ezt még nem lehet megmondani. Azt lehet mondani, az OpenFlow technológia egy viszonylag friss technológia. Ugyan a nyílt interfésznek köszönhetően abban bízunk, hogy tehát megjelenik a verseny ezen a szinten, és akkor előbb-utóbb olcsó kapcsolók jönnek, olcsó kapcsolókat lehet majd kapni, amik megvalósítják az OpenFlow protokollt. Itt még nem tartunk, attól még, hogy az interfész az nyílt, attól még lehet zárt a hardware is, a többi része, és a protokollt használó szoftver is lehet zárt. Tehát még egyáltalán nem dőlt el az, hogy most ezek az eszközökhöz nyílt kontroll alkalmazások fognak létrejönni, vagy sem. Tulajdonképpen most egy olyan pont van, hogy a szabad szoftveres fejlesztők még bele tudnak szólni abba, hogy mi lesz a világ. Úgyhogy ha ebben éreztek kihívást, akkor itt az idő most vagy soha. Köszönöm szépen. Az oké, hogy a kapcsolást az mondjuk a hardware nézőjel, de itt mondtál, például művet is kellett végülni, és a hozzá azt, hogy ehhez szolgatokat. Utána szépen egyszer. Vagy akkor ezek szerint az a hardware is programozható valamilyen szinten, ott is van, akkor valamit, na?
Teljesen jó a kérdés, igen. Tehát, hogy amit megvalósítottunk, ugye az a jelenlegi protokollal nem volt működőképes. Nekünk a protokollt is ki kellett teljeszteni, hogy ezeket a szabályokat ismerjék, valamint a kapcsolót is úgy kellett módosítani, hogy felismerjék ezeket a protokoll kiterjesztéseket. A kérdésed inkább talán arra vonatkozott, hogy milyen szinten tudunk akkor a csomagokat, milyen szinten lehet manipulálni. Van-e lehetőségünk arra például, hogy két számot összeadjunk a kapcsolóba, vagy sem, vagy egyszerűen csak a fejléceket tudjuk átírni. És a protokoll jelen szabványa szerint csak a fejléc mezőket lehet módosítani, arra, hogy egy meg egyet összeadjunk, azt nem tudjuk távolról meghatározni, hogy a switch ezt a műveletet számolja ki. Sokan szeretnének ebbe az irányba elmenni, hogy egyszerűen egy tetszőleges programot gyakorlatilag le lehessen tölteni az eszközbe, és akkor ott mindenféle nagyon okos műveleteket végre lehessen hajtani. Ennek az a nehézsége, hogy ilyen általános célű számítási eszközé emelnénk a kapcsolót, akkor nem tudna 10 gigabit per szekundum adatot továbbítani. Tehát, hogy itt a körül van a fejlődési pont, hogy növeljék úgy a intelligenciáját a kapcsolóknak, hogy még mindig ezt a nagy adatátvételi sebességet lehessen biztosítani. Ez volt a furcsa, pontosan. Igen. Igen, de hát szerencsére nem minden feladatnál van erre szükség. Tehát amit mi megnéztünk, ezt a hálózati kódolást ennél többre volt szükség, de például a adatközpontokban viszonylag egyszerű műveleteket kell végrehajtani, de viszont ezt rugalmasan. És én nem véletlen, hogy a Google-nál ezt már használják, mert ott a adatközpontból való adattovábbítás az nem egy... Tehát a magán a adatokon nem kell műveleteket végrehajtani, csak rugalmasan kell meghatározni, hogy merre továbbítsák az adatot. Ezért oda ez a technológia már most is megfelelő. Ha nincs, akkor köszönöm a figyelmet.